Jó napot kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Köszönöm szépen, hogy meghívtak ide, erre a születésnapi összejövetelre. Az ünnepeltet a Jóisten éltesse. Örülök, hogy ide értem. Ez egyáltalán nem volt olyan bizonyos, aminek az az oka, tisztelt házigazdáink, hogy a parlament néhány perccel ezelőtt döntött egy fontos ügyben, a devizahitelesek bírói ítéleteket immáron törvénybe foglaló parlamenti javaslatáról kellett állást foglaljunk, és ezt meg is tettük. Úgyhogy egy történelmi napon vagyunk itt, két okból, egyfelől, mert itt most egy rövid átadási ünnepségen vehetünk részt, másfelől pedig azért, mert könnyen lehet, hogy egy új korszakot nyitottunk meg a mai napon, amikor Magyarországon az emberek végre úgy fogják érezni, hogy nem mindig az erősebbnek van igaza. Annak is lehet igaza, aki gyengébb, de mégiscsak az igazság és a törvény az ő oldalán áll, még az is előfordulhat, hogy Magyarországon egyszer csak eljön a fair bankok korszaka. Ezt kívánom a befektetést megvalósítóknak, az őket hitelező bankoknak, és mindannyiunknak, magunknak, állampolgároknak is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, engedjék meg, hogy külön is köszöntsem azokat, akik itt a sáton kívül vannak, és ide valók itt élnek ebben a faluban. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, sok erőt, jó egészséget kívánok nekik. Hallhatták, hogy mi is segítettünk valamit abban, hogy ez a mai alkalom létrejöjjön, a fejlesztés megvalósuljon, de a mi szakmánk olyan, hogyha bennünket meg nem támogatnak meg például a pirisboros jenőiek, akkor mi sem tudunk segíteni másoknak. Ahhoz, hogy mi segíthessünk, ahhoz bennünket is meg kell segíteni. Köszönöm szépen a helyieknek, hogy az elmúlt években mindig velünk voltak, támogattak bennünket, és döntő pillanatban is leadták ránk a támogató szavazatukat. A Jóisten tartsa meg önöket a jó szokásukban. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Akkor mondták, hogy pilisboros Jenőre szól a meghívás, akkor nekem egyből a kirándulás jutott az eszembe. Nem tudom, divat-e ez még, de bennünket a szüleink még gyerekként ide általában elhoztak, hogy aztán szülőként mi hozzuk el erre a környékre a gyerekeinket, hogy megnézhessük a díszletvárat, ami, ha nem tévedek, akkor talán az egri csillagok forgatására készült. Híres hely ez, mert kevés település mondhatja el magáról, hogy a 20. század második felében még épült vár a határában, még ha csak díszletvár is. Pilisboros Jenőről azonban ma már nem a díszletvár, sokkal inkább egy nagyon is valóságos gyógyszergyár juthat az ember eszébe. Ez a gyógyszergyár ma egy új gyártósorral, és ezáltal új munkahelyekkel is bővül, ezért vagyunk ma itt, ezért és ehhez akarunk gratulálni a házigazdáinknak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tegnap egy hatalmas baromfi feldolgozó magyar üzemátadásán lehettem ott, két nappal ezelőtt egy magyar csokoládégyár átadásán, és ma pedig itt vagyok az önök vendégeként. Ezek biztatást adó dolgok. Az embert reménnyel és bizakodással tölti el, amikor egymást követő napokon ilyen eseményekre kerülhet sor. Különösképpen azért, mert mindhárom esetben magyar vállalkozások sikerének örülhetünk. Mindannyian tudjuk, hogy fontosak, sőt nélkülözhetetlenek azok a hatalmas, nagy külföldi beruházók és beruházások, amelyek sok tőkét hoznak Magyarországra és munkahelyet teremtenek például a gyógyszeriparban is. De miért titkolnánk el, hogy annak örülünk a legjobban, amikor a magyarok adnak munkát magyaroknak? Ezek az események, köztük a mai is ilyen. Szeretném, ha tudnák, hogy a hazai kis és közepes vállalkozások Magyarországon dolgozó emberek 75%-ának, vagyis közel 3 millió embernek biztosítanak munkát és megélhetést. A termelési számok természetesen a nagy nemzetközi befektetők oldalán vannak, de a munkahelyek száma a magyar kis és közepes vállalkozások mellett mutatnak elbillenő mérleget. Több mint 3 millió család kenyérkereseti lehetőségét magyar munkavállalók biztosítják. Nagy dolog ez, ha visszagondolunk az elmúlt 24 év történetére. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ráadásul a Meditop egy olyan cég, amely egy kis közösségen belül biztosít jövedelmet, ha jól láttam, akkor több mint 150, talán 170 valahány embernek. Az új beruházásnak köszönhetően itt most egy létszámbővülés is megvalósul, ez mintegy 10%-os lesz, és ez azt jelenti, hogy itt 12-15 családnak lesz biztos megélhetése a jövőben. Mondhatják, hogy ez nem sok. Így egyedüliként 12-15 család valóban nem hangzik soknak. De szeretném, hogyha tudnák, hogy az ország és a nemzet gazdasága is
ezekből a 12-15 családnak munkát adó gépsorokból, üzemekből és telephelyekből épül fel. Vagyis az ittenihez hasonló üzemek, a ma átadotthoz hasonló gépsorok és az általuk teremtett munkahelyek nélkül magyar gazdaság nincs, ezek számunkra nélkülözhetetlenek. Ezért is alakult úgy, hogy a most átadott beruházás, amelynek összértéke meghaladja a 700 millió forintot, elmondhatja magáról, hogy mintegy 200 millió forintnyi fejlesztési forrást, valamint a Nemzeti Bank növekedési hitelprogramját is maga mögött tudhatta. Az ilyen és ehhez hasonló támogatásokat és kezdeményezéseket, illetve a támogatásokat és az ehhez hasonló kezdeményezéseket a kormány mindig is igyekszik majd összekötni, mert azt valljuk, hogy ha az országnak korlátosak az erőforrásai, márpedig Magyarország erőforrásai korlátozottak, akkor elsősorban azokat kell támogatni és erősíteni, akik maguk is sokat tesznek a sikerért, mert így és rajtuk keresztül erősödhet az ország is. Azt gondoljuk, hogy a kis és közepes vállalkozások a fejlődés motorjai Magyarországon, ha pedig ez a szektor képes fejlődni, márpedig a mai példa azt mutatja, hogy képes, akkor képes lesz több profitot is termelni, ha pedig több profitot termel, akkor Magyarország prosperálása hosszú távon is biztosítva lesz. Azt kívánom a házigazdáinknak, a tulajdonosoknak, ezek a mi reményeink, hogy ne álljanak le a fejlesztésekkel, folytassák az eddig járt utat, amelyet növekedés és fejlesztés fémjelzett. Én azt tudom vállalni a magyar kormány nevében, hogy a következő években mi is igyekszünk önöknek minden segítséget megadni. Engedjék meg, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy ezek után mondjak néhány szót a gyógyszeripar és a magyar gazdaság összefüggéséről, hiszen a gyógyszeripar az a magyar gazdaság egyik hagyományos sikerágazata. Olyan gyógyszerészeket adtunk a világnak, mint Bayer Antal vagy Richter Gedeon, akik a munkájukkal nem csak a magyar, de a világ gyógyszeriparára is jelentős hatást gyakoroltak. A két nagy háború között 64 gyógyszergyár működött Magyarországon, és hazánkat a világ vezető gyógyszergyártó nagyhatalmai között tarthatták számon abban az időben. Ezt követően azonban, hogy a magyar történetírás szokásos fordulatával éljek, megérkeztek a kommunisták, akik ezt a számot, ezt a 64-es számot 5-re csökkentették, melyek közül a rendszerváltást már csak 4, azaz 4 élte túl. Ide jutottunk. Mégis, tisztelt hölgyeim és uraim, lehet, hogy van itt valami Magyarországon a levegőben, amely arra rendel bennünket, hogy előbb-utóbb minden nehézség ellenére is gyógyszeripari nagyhatalom legyünk. Nehéz józan ésszel fölfogni, de a 90-es évek elején már egymás után jöttek létre kis- és középvállalatok a gyógyszeriparban, amelyek közül például a Meditop azóta egy befolyásos iparági szereplővé vált. Régen tudjuk tehát, hogy a magyar gazdaság bajaira többek között éppen a gyógyszeriparban rejlik a legjobb orvosság. Azt találtam az adatok között, hogy ma közel 14 ezer embernek ad munkát ez az iparág Magyarországon. Ráadásul Magyarországon nem csak 14 ezer embernek munkát ad, hanem az innováció egyik legfontosabb műhelyét is jelenti ez az iparág. Ennek megfelelően kell a kormánynak is figyelmet fordítani a területre. Nem véletlen, hogy a kormány a 4 legnagyobb Magyarországon működő gyógyszeripari óriás céggel stratégiai megállapodást is kötött. Tisztelt hölgyeim és uraim, a rendszerváltás utáni új világ falait a vállalkozni akaró és merő honfitársaink húzták föl, olyan emberek például, mint akik meghívtak ide bennünket, és akik a Meditop Kft-t is létrehozták. Tisztelt hölgyeim és uraim, akkoriban bizonyára emlékeznek még a 90-es évek elejére a privatizációs ügyeskedések, a trükközések és a spekulációk időszakát éltük, és azt tűnt a nehezebb útnak, hogyha valaki a munkáján keresztül próbál boldogulni. A cég alapítói azonban ezt az utat választották. A helyzet úgy áll, ezért lehetünk ma itt együtt, hogy az idő önöket, az alapítókat, illetve a házigazdáinkat igazolta. Emlékezzünk vissza, hány és hány trükköző, ügyeskedő, spekuláló, gyorsan felfutott vállalkozást láttunk ledőlni az elmúlt 15 évben. Hány álló csillagnak hit nagyvállalkozó tűnt el hulló csillagként az univerzum földeríthetetlen bugyraiba. Azt se tudjuk már, hol vannak, a nevek talán még mondanak valamit, de mindezek a cégek, amelyek spekulációra épültek, mint tulajdonosaik, ma már nem szereplői a magyar gazdaságnak.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, legyünk hát büszkék erre a példára, amit a házigazdáink mutatnak számunkra, és mondjuk ki, hogy a Meditop története tanulság egész Magyarország számára. Tanulság, amely arról szól, hogy így is lehet, sőt, megkockáztathatjuk, hogyha tartós sikert akarsz elérni, akkor csak így lehet. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, úgy látom, hogy a magyar vállalkozók talán megértették, hogy új időszámítás kezdődött el a nagyvilágban, és Magyarország is igyekszik ehhez alkalmazkodni. Azoknak az ideje jött el Magyarországon biztosan, akik munkából akarnak megélni, a tudásukkal és a szorgalmukkal akarnak sikeressé válni. Azt nem mondom, hogy csak ez jellemző a Magyarországra, de egyre több ilyen példát láthatunk. A mai beruházás is azt jelzi, hogy egyre többen vannak, akik értik, hogy van még erő és tartalék a mi hazánkban. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a jövőt illeti, erről is mondanék néhány szót, hiszen lesznek olyan fejlemények a magyar gazdaságban, amely a házigazdáinkat, illetve az ő vállalkozásukat is érinteni fogják. A mi előrejelzéseink szerint a következő időszakban azok az országok lesznek versenyelőnyben az Európai Unión belül, akik képesek lesznek olcsó energiát biztosítani a vállalkozásoknak. Magyarország erre a verseny előnyre hajt, ezért a mi tervünk az ehhez hasonló középvállalkozásoknak nyújtott direkt támogatáson túl, hogy előbb-utóbb az ipari rezsicsökkentést is végrehajtsuk, és az olcsó energiát elérhetővé tegyük a vállalkozások számára is, hogy mi úton, módon hallani fogják a következő hetekben, hónapokban, hogy a magyar parlament sokat töri majd ezen a fejét. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, azt is szeretnénk elérni, hogy az Európai Unió részéről rendelkezésre bocsátott fejlesztési forrásokat minél inkább a magyar gazdaság valódi szereplői felé tereljük. Látványberuházásból volt itt már elég, most már igazi, tényleges gazdasági erőt és termelés jelentő beruházásokra lesz szükségünk, mert a magyar gazdaság is csak így tud növekedési pályán maradni. Ezért 2014 és 20 között, mert itt 7 évre kell tervezni, előnyt fog élvezni minden olyan program, amely a magyar vállalkozásokat versenyelőnyhöz akarja juttatni. Biztatom a tulajdonosokat, legyenek kedvesek és keressék a kapcsolatot a magyar kormánnyal, hogy mi is részeseivé válhassunk a maihoz hasonló eseményeknek. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, arra is készülünk, hogy egyszerűbb és kevesebb bürokráciával járjon majd a támogatások lehívása, elérése, és annak minél nagyobb százalékát a tervek szerint az összes támogatási összeg mintegy 60%-át a magyar vállalkozásokhoz szeretnénk majd eljuttatni, segítsenek ebben. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, szeretném megköszönni, hogy itt lehettem önökkel. Azt kívánom önöknek, hogy koronázza siker a további munkájukat és erőfeszítéseiket, és ehhez kívánok önöknek sok erőt és kitartást. Büszkék vagyunk az önök sikerére. Köszönöm, hogy meghallgattak.